Minden lényeges a képernyőn, tehát két nullás meccs Labanauskas, valamint Luke Woodhouse, Paul Lim lett utóbbinak az áldozata, Yuki Yamada is nyert. Ryan Mickelt búcsúztatta. You've got to be so happy. Yeah, I'll tell that every day of the week against someone like Paul Lim. I was very, very nervous before because obviously the crowd's always in me for Paul and he's a legend of the game, isn't he? So kicsit ideges volt a meccs előtt, de nézzük, a 96 fölötti átlag, debütálásként 3-0-es győzelem, úgyhogy... Az első dupla nem sikerült a befejezésnél, volt egy kis nyomás rajta, volt valamennyi, de... Aztán jött a második, úgyhogy ez már nem volt gond. Ő tehát folytathatja majd, mármint Luke Woodhouse, és ezt nézem, hogy the man or the woman that you're up against, and on the day he was more than enough to be called in. Yeah, he had a clinical performance. Michael Smith. I hadn't actually seen very much of him, but at one point, I think he will be a handful for Michael Smith if he continues. And to be honest, it was his coolness and doubles that, that got him through. Paul Lim was stuttering a bit towards the end. Luke took his opportunities. It was only really the match. Ezen az ágon van a második csoportban többek között Dimitri Vandenberg, Michael Smith, Adrian Lewis, Darren Webster. Ugye Yamadával játszik majd, most már ez is egyéb iránt biztossá vált. És Gary Anderson, akinek akár Brandon Dolan is juthat. Igen. Már ott állnak egyébként, készülnek a beszólításra, és ugye Laura Turner, aki egy nagyon jó női darts játékos, és már legalább őt hallgatjuk a fülünkre egész este szinte. Az első kör vesztese is 7500 fonttal lesz gazdagabb, tehát mára azért az első fordulóba való bejutás is már tekintélyes summát hoz. You can't write anyone off. I mean, Jermaine's had a good season, but Luke's tail end of this season. Kíváncsi vagyok egyébként a ifjúsági világbajnokra, ugye Luke Humphreysra, hogy mit fog tudni csinálni most. Pont erről beszélek egyébként, igen, hogy ugye a... Hogy ezek a terhek, ezek milyen módon hasznak majd ugye a fiatalokra. És ez itt mindenképp esetben fiatal játékosról beszélünk, tehát nem feltétlenül öregekről, úgyhogy lassuk ismét John McDonaldot, és jöjjenek akkor a főszereplők. Some second round action of the William Hill World Darts Championship. Ladies and gentlemen, time to meet the players. Would you please welcome back from England, the PDC Unicorn World Youth Champion and is forehand Luke Humphreys. Time to meet Machine Gun Jermaine Watamina!
Luke Humphries ugye tehát a friss junior világbajnok, ezt ugye láthattuk nem is oly régen a Minehead-ben, amikor maga biztosan győzte, azt hiszem, hogy cseh ellenfele volt, ugye? Így van. Cseh srácot. És és azért azt se felejtsük el, hogy 2019-ben már ott volt a negyed döntőben. És de ott volt az igazi, ott ismerték meg őt igazából a dárc rajongók, akik azért rengeteg development tourt tudott nyerni. Ugye a development tour az a 23 évesek éven aluliaknak a tornája, és itt látjuk, hogy 24 éves, mert ugye tegnap már Lajos elmondta, az a szabály, hogy január 2-ig, aki nem tölti be a 24. életévét, az még indulhat abba az évben az U23-ba. Ugye Adam Huntot verte legutóbb az első körben, aztán Steve Bunting volt az áldozat 3-1, Dimitri Vandenberget verte 4-1-re, Rob Cross-t a legjobb 16 között, ugye egy évvel ezelőtt 4-2, és a negyed döntőben Marcus Smith volt a végállomás, 5-1-re. Na, igen, Marcus nagyon. Smith. Aki elment utána a döntőig. 85-ös. Az biztos, hogy egy pörgős meccset fogunk látni. Igen. World Cup of Darts-on elődöntős volt, ugye Vatimena negyed döntőt játszhatott, és a legjobb 16 közé sokszor eljutott már a UK Open, a World Match Play-en, Fast Break pedig rezegteti rendesen, igen. Kiereszteti majd a hangját, szerintem egyszer-kétszer. Hoppá! Az jó! Az is! 117-41-re 30, bedobja! Vatimenája az első. Rögtön break-el egyet át a holland. Ola! Szépen belekezdtek. Igen, ezek 100 fölötti körök. 140. Te így csinálj, akkor Russ Braynek el fog menni ez a maradék hangja is. Bírja. 93. Na, most nem kellett. Ne figyelj, mert őket meg kitalálják, hogy ne. 42. Szép 102, gyönyörű 170-re, ez érdemes mindenkinek megnézni, milyen jól számoló játékosok. Nem hagynak egy kicsit ugye egy százassal, csak 172-en van, így meg kiszállón van előbb. 84-es. 26-ra megy le Humphries, most kéne egy nagy körszáll, nem jön. 99, azért 160. Úroktatja rendesen a nyilait, Vatimena. Tudták követni? Nem igazából. 29-et dobott, 160-ra megvan az első, a második! És azt csak szeretném mondani, hogy tegnap 160-at dobott már egyet, igen. És ma is volt egy 160, ugye láttuk, erre bedobja. Viszont Vatimena nem jön így, aztán Vatimena 2-0-ra vezet. 100, válasz a százasra. Ó, most jó dob, 96-os. Ó,
83. Aj, ez 98-as. Jaj, 136. Brutális, amit most nyomnak. Kellett volna a tripla Humphreysnak, hogy... 57-es a dobás. 99 és 94. Bedobja 71-et. Bati Menai az első szett. És így mehetnek el egy rövid kis pihenőre. Tolja a Holland rendesen. És akkor mi is elmegyünk. Így van. Egy nullára. Váti Mena vezet bizony. És most jelen pillanatban hengerel, azonnal ugye egy puska kezű játékos, azonnal megtalálta a magasságát a triplának, meg volt a tripla. Így. Egy nagyon jó játékot mutatva. Közából. Még csak most fog kezdődni igazából a mérkőzés. Jó lenne, hogyha Luke Humphreys is hozzá tudna szólni egy kicsit, és egy jó parázs küzdelmet látnánk. Főleg úgy, hogy egy jó kis pörgős meccs. Jelen állapotban ugye 14-17 és egy 15 nyilas volt. 98,2-es átlagon Vati Mena, és Humphreys 91,7 százados átlagon. Magas. Ötvenhetes. Még egy. Negyvenegyes. Pá. Százhuszonhárom volt ez. Nézted, annyira ráközelített a kamera, hogy nagyon oldalra ment a triple egyenbe. 21. Nyes, hoppá! Az szép volt a vége. 22 a maradék. Hoppá, ez egy 13-as, 19. 52, 80 a maradék. Rendező most már lemarad mindenről olyan gyorsan. Hoppá, hibázza a duplát. Na nézzük a 80-at. Megint nem bírta, ott volt a lehetősége, bedobja. Luke Humphreys nem bírta megcsinálni a duplát. A rendező meg izzadva ül a közvetítő kocsiba. 180! Most egyszerű dolga volt. Hoppá, kipattan, eltalálta a tollat. Ah. 96. Jött a 180-ra. Újabb szektorhibás kör.
Ó, de szép ez most. Oj, de jó! 180! Bedobja, gyönyörű volt. Ez nagyon szép volt. 12 nyíl. 95-ös kezdés. Most úgy néz ki, hogy Humphries találta meg a vonalat jobban. Abban a pillanatban jön a 180 válaszként Vatimenától. Gyönyörű. Wow. 140. Százas. De a tempóra nem lehet panasz. És a játékra sem, mert szenzációsan játszanak, hogy 180! Na nézzük 126-ot. Még mindig kell a tripla, 19 majd a bull. Nincs meg, 48, az sincs meg, marad a 72. 81-re. Bedobja dupla 12. Még mindig dupla 12, bedobja! Egy újabb 12 nyilas! Két 12 nyilas dob egymás után! Ha ez a nem mindegy ilyenkor... Bati már nem erre számított, főleg az első sima 3-0-ás szett után. Aj, te jó! Hú, meccs! 140 a válasz! Olyan gyorsan az átlagot hogyha... nézd a második szettesen. Igen, igen, igen. Egyébként brutális. Hozzáteszem, hogy közel most már átlépi a 9... 180! Most már 100 fölötti átlagon van egyébként. Az összeátlaga is, nem csak a szett átlag. És kipattan! Kipattan! 102,23 százados egyébként a normál átlaga. Oda nézd mit! Azt hitték, hogy ez átjött. És a Raspberry is úgy rögött, igen. 165! 165-öt dobott. 10 nyilas lehet. Nem volt még 10 nyilas a VB-n. Óriásit játszik most. Nem nincs 10 nyíl. De van 11! 12, 12, 11! Így csinálja meg ezt a szettet. Csak 4 körössel. Brutális. És egy junior világbajnokról. Igen, gyorsan csak annyit, hogy ez a szettek az átlaga 112 fölött van egy picivel. 112,3, 133,8 százados első 9 nyillal. Elmennek szünetre, és mi is elmegyünk egy kis szünetre, és várjuk, hogy jöhessünk vissza végre egy kis pezsgő fordulat. A sokék, szupermenek, mert Luf Humphries is, aki olyan parádés második szetet produkált, hogy Vatimena csak kapkodta a szemeit. Szinte arra sem volt ideje, hogy a nyilakat normálisan eldobja. Bődületes nagyot dobott neki, mondom, 12, 12 és 11 nyíl, így válaszolt. Ugye, és egy nullra hátrányba is volt a szetben. A második szettben, és arra három darab négy körös dobott, és úgy megnyerte 3-1-re a második szettet. Kíváncsi vagyok, hogy fogják tudni fordítani, vagy folytatni mérkőzést a két sokat gondolkodó játékos. 140! Ez ott folytatja, hol abba hagyta. Nézzük, Vatti mellett, hogy tud rá reagálni. 93.
Mondjuk egyébként sokkolhatja ez a, az ellenfelét az embernek, hogyha egy ilyet dob az egy játékos. Százas. Száznegyvennel már kiszállón van, 161. Igen, ez nagyon magas. 92. Vattimenának is azért jönnek a triplák, csak mindig egy nyíl, egy picit mellette van. 64 jellem egy 97-re. Szép, 140. Igen, és na, most ott van a teher rendesen. Humphreysen. Dupla-dupla. Nem, 20-assal 40-e marad. Ó, mekkora hiba. Az megvan, és a bull. Ó, az ötös lett 45 a maradék. Humphreys viszont a dupla 20-at dobhatja. Bedobja. Be is dobja. 1-0. Hihetetlen magabiztos. Zsidorban negyedik legét nyeri Humphreys Vatimena ellen. Azért az akármilyen teljesítmény. Hoppá, szektorhiba. 81-jel. Igen, 12, 12, 11 és egy 16 nyilas. Ugye nem semmi. Ez is épp, hogy kicsúszott a ötkörösből. Áj, 60 csak. 60. Hát ő kezdte a szettet, tehát... Új, de szép! Gyönyörű, és megint milyen jó számolás! 170-re megy. Két ugye, két tripla 19-es után a búra kellett dobni, mert a 25-össel is kiszállón van. Ez nagyon jó. Ezeket érdemes megjegyezni, főleg azoknak, nézőknek, akik nagyon sokat játszanak. Nyolc. Bedobja a duplát, és 32! Gyönyörű, két duplával! Le is maradt róla a rendező. 18 dupla, 18-32. Egy-egy. Hoppá, és most onnan jön az óriási felzárkozás. 15 nyilas volt egyébként az előzőleg, 100-as. Most visszaesett Humphreys játéka. Nem jön neki a tripla. 19-esen igen. És Vatimena tátosodott meg, 100-as. Hoppá, 56. 134, ez gyönyörű volt, így kiszállóra megy le. Az is 134-es. Na nézzük a 156-ot, nagyon magas kiszálló, két tripla 20-as és egy dupla 18-as. Nem lesz belőle, le kell váltania. Áj, az 56-os se jön. 41 lett a dobás. De dupla 20. Bedobja a 110-et. Az igen. És most áll az előny. Ő 15 nyilas volt a 110-es kiszállóval. És egy break volt. 140. Most Humphreys van krízis helyzetbe, vissza kéne brékelni azonnal, 140. Hoppá. Megy rendesen az erődemonstráció, 96.
54. Az nagyon jó, bedobja végig a 171 kellene, nem jön neki, de így is szép 121. Require 94. 95-ös. Nagyon közel van ahhoz, hogy megnyerje a harmadik szettet. Most mosolyog rajta. 92. Dupla 8. Nem dobja be. Kell az extra Humphries-től. Meg kell oldani a 156-ot. Nem lesz belőle 156, még közelíteni se tud. 59. Ilyetetlen, bedobja. 2-1. Most már nincs szünet. Folytatódik tovább. Nagy lehetőséget hagyott most elmenni Humphries. Hát főleg úgy, hogy nem ő fogja kezdeni a szettet. 80-as átlagot dobott, 180! Humphries ebben a harmadik szettben 80-asat. 96. Negyedik megvan. Az ötödik alá megy, levált, 137-es! Ó, de jó játszik most! 140 a válasz. Fulton. 81, lecsúszott a vége. 95. Require 103. 63. Luke, you require 170. Áj, de kár érte. Hát, szihetetlen. 22. Dupla 10. Bedobja. Bedobja. 1-0. 14 nyilas. Visszavette azért a meccs irányítását a holland. Ez látszik most már, hogy egy kicsit itt most valahogy megnyekkent a második, a harmadik játszmában. Tudta folytatni ezt a kiváló sorozatot, amit megkezdett. Most ő nyert Zsidorban 4 leget, ugye? Igen, előtte Humphries nyert Zsidorban, igen, igen. Azóta jó. 134. 100-as. Hoppá! 102 megint. Szép 12 nyíl az előbbi próbálkozás, ezt bedobja! 15 nyíl, szépen korrigálta a 60-as kezdés után. Majd nem jött a 12 nyílas, aztán csinált belőle egy 14-est. Azért ne felejtsük el, hogy tavaly még Vattimena is szépen, nem tudom, hogy nem, de még sokáig játszott ő is. Támpótlás részem, viszont Decván még tavaly még nyomta, úgyhogy jönnek a holland fiatalok is szépen. Ugye tegnap is láttunk egyet kiesni. Hát, jön az őrségváltás, igen, fogalmazzuk ott, ja, így. Az a bal szerencséje, ugye Klassennek, hogy kivel mással jött össze az első körben, mint Van Gervennel. Nézzük.
gyönyörű. De szép! 168. Megvan a tripla. Az nincs meg. Bullet. 88, volna. Igen, 48 vagy tripla 20. Bedobja, marad a 40. Hoppá! Sima. Megpróbálta a duplát, de nem jön. Marad a 40. Itt van megint egy újabb break lehetőség. Úgy, de fölötte. Az még már mindig. A harmadik be tud menni. Bedobja. Egyenlítésért kezdhet Humphries. És megint milyen jó meccs lett. És egy triplával kezd. Meg még egyet folytatja. 180. 8. már a meccsen. Háj, de kár érte. Ó, 43! 43-at, ez borzasztó. Még mindig szerencséje van. 140. Vattimena. Ezt nézzük, mi a közepére bele? 98, 180, nem kiszálló. Kellett volna. Oh, igen, kellett volna, mert akkor a 170-re megy le. Na nézzük a szettét. Ugye 6 nyila van 180-ra. Ki kell emel, ki kell állni. Igen, nagyon szép. Gyönyörű! Ha-ha, hogy megkommunikált, hogy épp, hogy 20-as lett. Oda néz, innen is jön a 134. Ó, most bődületesen nagyot játszanak. Dupla 20-szal egyenlíthet Humphries. És egyenlít! Megcsinálja 13 nyilassal. És megy a döntőszer. És lepacsiznak. Hát ez eddig a VB meccse. Csak öt körös volt. Ez az utolsó szetben. És Humphries kezd, de hogy kezd? És megint bedobott egy 100 fölötti szettet. 81. Ugye is ne felejtsük el. Tehát, mivel ugye eddig nem volt tiebreak, de ez már második fordul, második körös mérkőzés, tehát nem első körös. Tehát itt nincs 2-2-nél vége, hogyha esetlegesen odáig mennek el itt az ötödik szedben, hanem tiebreak lesz, mert a másodiktól már van. Oda néz. Bődületes, nagyot dobnak. De jó játszanak! Dupla 8! Bedobja! 15 kilat! Hozza a kezdését. Neki nagyon más nem kell csinálni, csak hozni a kezdését. 140-nel Vattimena indítja a második leget döntőjátszmában. Egy tripla. De elcsúszik. 125. Fú, elképesztő. Elképesztő. Csak darálnak 140. És alulra. Nem jó. 59. Tripla nélküli kör. Vattimena eltalálta nagyon megint. 140 megint, ez már a harmadik szám, igen. De ezért lesz érdekes, mert hogyha így fogja dobni mindenki a kezdését, oda néz. 140. Tól leesett. 81, 17-es. Jó, így marad a 32. Nem volt rá kényszerítve. Nem, egyáltalán. Azért ment rá a 64-nél a tripla 6-osra, bocsánat.
Bedobja, innen is jön egy 13 nyilas. Nem gyengék a fiúk. És nézd meg, jön a kezdés, oda nézd. 180! Elérik lassan a tizediket a meccsen. Még egy... Elérik? Ha mondom, 180! Nem, az a kettő darab 9-9, a 9-es kint az azért. Állj, nem! És elmegy az egyesbe a harmadik. Na nézzük Vatimenát, neki sem jön már a negyedik, sőt, az ötödik is csak a tripla, ua. Aztán még rosszabb kör volt. Humphreysé. Hét kevés. 183 nincs. Kíváncsi vagyok, hogy melyikük fog először megtörni a téttől. Ó, az a hármas. 43-as. Ez hihetetlen, hogy most Vatimenna nem bírja úgy. A 8 évvel fiatalabb. Van egy triplája Humphreysnak, és ez azt jelenti, hogy 87-en. Na most. Itt a hangulat, nem gyenge a hangulat most. Ez jó a meccs. Tripla 17! Bedobja! Hihetetlen! Vatimena nem hibázhat! És nézz oda! 140! Ebből így, ez nagyon tiebreak gyanús lesz így. Ott egy tripla. Le. 95-ös. Ez a nézd meg ott az átlagot, ebben a szetben az ötödik szett 140 megint. Saját kezdésében nem tud 140-nél rosszabbat dobni Vatimena. Hát. 140 ez is! Fú, de nagy meccset dobna. Na és most? Hol a tripla? Mert most kell egy... Nincs triplája Vatimena. Kiszállónak kiszálló. De milyen kiszállóra megy Humphreys? Ha megy le kell váltani, eddig jó, a sima is elég, de 130 gyönyörű. És 132 marad. Ú, az gyönyörű kiszálló egyébként, mind a kettő. Nagyon szép, 104-en 60-ra megy le. Na nézzük, búra kell kezdeni. 25-ös is jó. Az is 107. 88. Az bedobja, marad a 40. Óriási. Hoppá! Be kell dobni! Be kell dobni! Bedobja! 2-2! 2-2! És Mosszol! A tiebreak! Tiszta két leggel kell nyerni, és 5-5-nél lesz majd az, hogy mindent eldöntő utolsó leg. Nem, milyen búra? Nem kell búra dobni, uram! Nem baj. 140 Vatimenától. Nagy meccs. 77. 58. Százas. És nem jönnek a két triplák, és lehet, hogy kevés lesz. Így nem lesz kiszálló, az biztos. 98. Lejjebb tud menni, de nem kiszálló. Nem 73. Azért. Igen. Marad. Kijavította. 82-vel 40-re megy le. Na nézzük, Emptis hozza a saját kezdését. Dupla 20. Dupla 10. Bedobja! Forty-two.
És nem kezd jól, és erre ő meg ő se tud triplát dobni. 58. Nem bántva vele a Vatimen a szurkolókat, de ez a Luke Humphries gyerek egy nagyon nagy kedvenc lesz szerintem. Már tavaly is kivívta ezt a érdemet magának, most egyik se dob rendesen. 99. Na most jött az első tripla. Na nézzük. Hoppá. Százas. Az jó. Jó, ám bizony, az is jó. Ó, de kár érte. 109, az igaz. Humphries. Egy tripla. Még egy tripla. Ó! Ez még a meccsében. De az egyes. Hát ó, a 137. Ezt lehet még fokozni. Váltani kellett volna, nem kellett volna 180. Mert ugye a 163 az kiszálló, tehát itt csak ez a probléma ezzel. 93-ban lemegy 70-re. 56. Dupla 16, 20. Dupla 20. Fönt. Dupla 20. Nem dobja be! És lehet meccsnyila! Humphries! Ez óriási pillanat! Hova dob? Na! Mit csinál? Az egy egyes volt. Dupla 10! Egyes dobott. Dupla 5! Bedobja! Az történt, hogy a 70-re dobott egy egyest, aztán egy 19-est, arról is lemaradtak, és a Bullra meg egy 25-öst. Meccs, ott volt egy meccsnyila már Humphriesnak, és 100-zal kezd, és ez fölhúzhatja megint Vatimennát arra a szintre, hogy kettesével dobja a triplákat. De egy 100-as a válasz. Ú, de teljesen fej-fej mellett játszanak. 140. Óriási meccs egyébként, így rögtön az első forduló, és két fiatal játékosról beszélünk, két feltörekvő játékosról. Vatimen a 18. a ranglistán, Humphries. 180! 46. de hogy a Pro Tourról oda tud kerülni. Ez se rossz, 170-en marad Vatimena. Megvan, és a dupla 12! 12, bedobja megint a 12 nyilas! Hihetetlen, hogy ezt honnan rakta megint össze! Csak egy triplája van Vatimenának a kezdésben, na! Á, 58! De mind... Oda néz! Ó, 120! Ezek el fognak menni a döntőlegig! Nem jön, most onnan nem jön a tripla, 180-nal utol tudja érni. Oda alá mennek most. Nem jön tripla, de jön 96. De így is még nagyon sok a különbség. Úgy de szép, az benne van, az is benne van. 54 a maradék, 171. Ilyenkor beteszi a 171-et oda. Kinek fogy el előbb a türelme? Dupla 20, dupla 10. Ó, az egy 6-os 14 marad, dupla 7-es. 2-22. Most jön az, hogy nem dobott. Ugye az a 39. 96-tal ott van 126. Az 39-e nem lett volna. Bedobja! 4-4! Dobott egy 6-ost rá, és úgy megint azért maradt a rendező. És bírja idegekkel Humphries! 100-as. Figyeld! 174!
Ez kevés lesz, így 60. És most látszik is az arccal Luke Humphreysnak. Oda néz Vatti Mella, megint egy 134. Most robbant a holland. Ajajajajajaj. Elfogyott Humphreys. Ebben a legben. 95-ös. 98 maradék. Na. Még kell egy. 140. Ő bedobja a 140-et. Életes, az abból a szempontból 142, tehát kiszálló. Dupla, dupla! Becsinálja! 12 nyilas! És ő kezd. És Vati Mena kezd. Most Humphreysnak hibátlanul kell játszania. Utális. És nincs tripla. És egy ötös. 85. Most kéne koncentrálni igazából, de ezt most úgy látszik, hogy ő jobban akarja, 135. Ú, de hergeli magát, és milyen jó meccset játszanak. De még Humphreys ott van! 150! Teljesen egyformán. Nem hibázhat kell a tripla, mert bajba lehet! És hova dobja? Nincsen! Nincs, mert Búra akar dobni, mert 65-e 167-e maradt volna. Az viszont tripla! Az is! 140! Honnan rakta ezt most össze? Két milyen kört rak bele Humphreys! 96 marad! Ó! 130. Na nézzük a 96-ot! Dupla-dupla! Nem, bedobja, dupla 8! Megcsinálja! Egy újabb 12 nyíl! Hihetetlen, hogy négy körösökkel már veszik el egymástól a kezdés! Jön a döntőleg! Na most jön! Most kell búlra dobni! Humphreys dob először búlra! 25-ös kell megy kihúzni. Az is most a... Most Vatti Mena fog dobni. Ez kívül van. Bedobja a Humphreys kezd. Döntőleg. Óriási. Ilyen véget. És kezd egy egyessel, aztán egy tripla, meg még egy! 121! És kiesik a toll. Nincs triplája! De van egy 93. Triplája. Na nézzük Humphreys-t. Oj! 180! 40, de így is jó. Én 180-at láttam. A közönség is. 83. Na nézzük, 240-re. Az benne 100-as. Vatti Menának kéne egy 180. Az már nem lesz. Áj, de kell átcsúszik 80. Ez csak egy 100-as kell dobnia. Kell egy triplát, és majd várni a 40-ére. Bedobja! Ilyet honnan hozta vissza a junior világban? Oda néz, 174-et oda dobja! És itt vannak megint a második, harmadik, negyedik meccs nyíl. És bedobja! A junior világban legyőzi Vatti Menát, és megy tovább. A második holland is búcsúzik. Óriási meccs volt. És megmarad a haverság. Humphreys a továbbjutó, Vatti Mena búcsúzik, és mi is búcsúzunk, 8 órakor folytatjuk az esti programmal. Viszontlátásra!